Készítik a szőttest a passzabi asszonyok a település népművészeti házában. A több mint 100 éves épület egykor iskolaként üzemelt, majd Turi Sándor néptanító és családja itt hozta létre azt a szőttes házat, ahol a helyi lányok nap mint nap készítették a különleges világhírnévre szertett népművészeti textíliákat. A passzab központjában álló fafaragott tornácoszlopos épület most megújulhatott, a beruházást hazai forrásból valósították meg. 2007-ben az akkori kormányzat közkincsprogramként lehetőséget biztosított arra, hogy elkezdjük rendbe tenni a szőttes házunkat, azonban tudni kell, hogy a fent említett program hitelprogram volt. Nekünk passzabiaknak még így is bele kellett vágnunk a felújításba, mert hagyományainkat nem tudtuk volna méltóan őrizni. 2010 óta nyugodtan mondhatom, megfordult a világ, mert a mostani kormányzat a vidéket nem elfelejtve Magyar Falu programot indított, mely 100%-os támogatást biztosított, és nem hitelt a kis települések számára. Ennek köszönhetően áll most itt mögöttem településünk ékszerdoboza. Passzab fejlődése folyamatos volt az utóbbi években. Erről már Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője beszélt az avató ünnepségen. A politikus kifejtette, hazai forrásból utcák, közterületek újultak meg. Korszerűsítették a polgármesteri hivatal épületét. Európai Uniós támogatásból pedig bölcsőde is épült a községben. Egy kis településen, hiszen Passzabon közel 1400-an élnek, egy kis településen is lehet színvonalas, minőségi, tartalmas életet élni, mert jók az utak, sokat tettünk, jók a közintézmények, bölcsöde, óvoda, iskola, felújítottuk a polgármesteri hivatalt, tehát vannak munkahelyek. A felújított szőttes házat Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelenlétében adták át. A tárcavezető a szőttesek történetét felidézve elmondta, ezt a népművészeti terméket az elődök maguknak készítették és használták, már azonban a magyar kultúra részévé vált. Hangsúlyozta, éppen ezért kötelesség ezt a hagyományt továbbadni a jövő generációjának. Ez a hagyomány azért jelentős, mert megőriz valamit Magyarország kultúrájából. És képes arra, hogy továbbadjon. Kodály Zoltán mondta egyszer azt, hogy a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolok, hogyha a következő nemzedék újra és újra meg nem teremti magának. És igen, valóban, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy ezt a kultúrát továbbadjuk a gyerekeink számára, akkor bizony ez a kultúra el fog tűnni, és a gyerekeink nem tudják ezt a kultúrát ismételten megélni, újra teremteni, és ezáltal a folyamatosságát egy ilyen kultúrának biztosítani. A passzabi szőttes népművészeti ház mintegy 24 millió forintból újult meg.